Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a régi és új klubtagságot. Hál' Istennek látom, hogy új klubtagjaink is vannak. Ez nem kis részben köszönhető vendégünknek, akit egy bátorító tapssal köszöntsünk. Nehogy elveszítse a bátorságát, mert nem jellemző rá. A Belvárosi Liberális Klubban vannak önök. A Belvárosi Liberális Klub hol itt, hol ott jelenik meg. Szerencsére itt a Firkászban úgy tűnik, hogy jó helyet találtunk magunknak. Bár ha körülnézek és ezt az érdeklődést látom, akkor úgy tűnik, hogy nem annyira jó hely, de sok jó ember kis helyen is elfér. Én még emlékszem a 88-89-es időkre, amikor kis helyen kevés vagy sok liberális jött össze, és lám mi lett belőle. Nehogy megmondjátok, hogy mi lett belőle, de lám mi lett belőle. A Liberális Klub több mint 12 éve működik, és mondhatom, valakit kérdezte, hogy kihez kötődik, ez kérem szépen egy magánklub. Ha létezik ez a fogalom, magánklub vagyunk, és megtekinthetők a mi beszélgetéseink az elmúlt 8-10 évre vonatkozólag a YouTube-on, vagy a Belvárosi Liberális Klub Facebook oldalán, vagy illetlenül nem mutatkoztam be még az újaknak, Tarján András vagyok, az én Facebook oldalamon is mindig megjelenik, azokkal a fotókkal, amelyeket önök nekünk el szoktak küldeni. Ezen kívül az elmúlt évek beszélgetései közül 20 megjelent egy kötetben a tavalyi könyvhétre, amit hát a közeli könyvesboltot mondok, a Lángtékában megvehetők. A következő kötet, amelyben ez a beszélgetés is benne lesz, az idei júliusi könyvhétre fog megjelenni. Szeretettel köszöntelek, és még foglak pár alkalommal ma köszönteni, mert egyrészt szeretettel szeretnélek köszönteni, mint volt országgyűlési képviselőt, de nem akármilyen országgyűlési képviselőt, hanem olyat, aki ötször egymás után tudott újrázni, ha jól emlékszem. Jól emlékszem. Jól emlékszem, és néhánynak a megünneplésén már, amikor az SZDSZ bekerült a parlamentbe, nem téged ünnepeltünk, hanem az SZDSZ ünneplésén, ott voltunk és sokan voltunk. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy amikor először indultál országgyűlési képviselő választáson, akkor te még nem voltál SZDSZ tag, de az SZDSZ támogatott ezen a választáson. Te kerested meg az SZDSZ-t, ők kerestek meg téged, vagy hogy történt? Ez nem baj, ezt egy kicsit bőlére eresztve elmondanád nekünk. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen, hogy eljöttek. Én Tökölön élek, akkor is ott laktam, azóta is, és ott, amikor lehetett látni, hogy változások lesznek, 1988-ban alakult egy Tököli Falu Fórum nevű, hát ilyen civil szervezet, aminek én is tagja voltam. Begyűjtötte a falunak, akkor még falu volt, azokat a embereit, akik nem nagyon vettek részt addig abban a közéletben, amiben ott részt lehetett venni. És hát ez a társaság összejött, megbeszélte a falu ügyeit, miket kéne csinálni, hogy kellene. Rögtön kiderült, hogy kicsit erősebbek szellemi kapacitásban, mint a tanács testület. De később a tanácselnök le is mondott, és közülünk egyet választottak tanácselnöknek, akkor még úgy ment, hogy a tanács tagok kooptálták az illetőt, aki tanácstag se volt, kooptálták, majd megválasztották tanácselnöknek, ilyen demokratikus módon az emberek megkérdezésével. Tehát semmi hazafias népfront. Semmi hazafias népfront. És ott az SZDSZ-nek volt egy szervezete, fiatal srácok voltak, 4-5-en, és ők engem ott ismertek, mert én ott többször hozzászóltam. Na most ugye az SZDSZ úgy készült a választásra, ezt én utólag tudtam, hogy mindenki nagyon lelkesen beszélt, gyűlésezett, mindent csinált, de nem voltak jelöltek. Tehát az senkinek nem jutott eszébe, hogy kéne valakiket majd indítani kell a választáson. A Magyar Bálint jött haza külföldről,
és a Bálint körbenézett, és jó, és kik a jelöltek? Hát azok még nincsenek. Erre a Bálint elkezdett intézkedni, azt ő nagyon tud egyébként. És ennek az lett a következmény, hogy egyszer este 11-kor csengett nálunk otthon a telefon. Jó estét kívánok, Magyar Bálint vagyok, Kuncze Gábort keresem. Jó estét kívánok, Kuncze Gábor vagyok. Szeretném kérdezni, hogy nincs-e kedve elindulni az SZDSZ színeiben a választásokon. Na most nem mondom, hogy ez lehet, hogy nem ilyen egyszerű, ha kellene valamit beszélni róla, azt mondja, rendben van, kérem, akkor ilyen utca, ilyen szám, harmadik emelet, négyes lakás, oda tessék menni holnap délután 3-ra. Na most hozzátartozik a történethez, hogy én kosárlabdáztam sokáig, szétszakadt a térdem, meg kellett operálni, beültettek szalagot, és hát abban az időben egy ilyen szalag beültetéssel még 3 hónapig kellett feküdni, és utána is még mankóval, meg a bokámtól egészen ide föl, most nem mondom meg, hogy meddig gipszbe kellett lenni. Szóval olyan jó pofán néztem ki, miután 3 hónapig ágyba feküdtem, már nem is borotválkoztam, úgyhogy szakállam volt, ezzel beillettem abszolút az akkori SZDSZ-be. Nem tudom, azt hallották-e, de a történet állítólag tényleg igaz, hogy a Hak Péter ment be a Mérleg utcába, ugye szakáll szemüveg kopasz, és valaki megállította, és azt mondta, jé, Tamás Gáspár Miklós úr, hogy maga mennyire hasonlít a kis Jánosra. Na mindegy, szóval én akkor mondtam, hogy jó, fölmentem, ugye mankóval fölbicegtem a 3. emeletre, azt ne lássák, hogy milyen fölmenni mankóval, de csontig gipszelt lábbal, és becsöngettem az adott lakásba, kinyitotta az ajtót egy hölgy, akit egyébként később kiderült, Hodosán Rozinak hívtak, rám nézett és megrettent szemmel, láthatóan a félelem ült ki ez a szemű, ki ez a migráns, de leültetett, és akkor beszélgettünk egy órát, később megjött a Demszki, azzal is kellett beszélgetnem fél órát, aztán utána a következő egy órában lementem gyalog a... mert a lefelé még rosszabb. Majd eltelt pár nap, és újra telefonáltak, hogy akkor menjek Kispestre, ide és ide, ott lesz majd egy gyűlés, és ottan a képviselő jelöltségről lesz szó. Szakál Mankó. Oda mentem, az földszinti helyiség volt, hát mint kiderült, az egy ilyen SZDSZ sejt volt ott, ennél többen voltak a teremben, körülbelül ekkora teremben, és arról beszélgettek, hogy egy hölgy a központban van, és a központ fogja most megmondani, hogy ki lesz itt a jelölt. Hoppá. És arról beszéltek, hogy micsoda pofátlanság, hogy onnan föntről akarják megmondani, hogy itt mi kit támogassunk, hogy ha nem szégyelik a pofájukat, hogy ilyet, azt nem fogjuk hagyni. Na, én ott ültem, mert kezdtem sejteni, hogy miről van szó. És akkor egyszer csak megjött az illető hölgy, és mondta, hogy azt üzenik a központból, hogy várjál valami kence vagy kanca, valami kunce, mondta így. Hát az ki az, mit akkor, hogy ilyen hülyeséget, szó se lehet róla. Ott szívták anyámat, minden szívták. Egyszer csak rám nézett valaki, mert ugye én voltam az egyetlen nem ismert ember. Aztán egy másik is rám nézett, aztán a végén néma csönd volt, és mindenki engem nézett. Én meg mondtam, hogy Kuncze Gábor vagyok, és itt például nem leszek jelölt, úgyhogy köszönöm, hogy ilyen jól elbeszélgettünk. Eddig a viszontlátásra, és hazamentem. Na most még tovább ugye az ősi idők, hogy mennyire szervezetlen volt még a dolog, hogy Dunaharasztin volt az SZDSZ-nek egy szervezete, Opánszki József nevű ember vezette, aki egyébként ilyen biztosítás szervező volt, tehát minden házba bejutott ezen az alapon, hogy kössenek biztosítást, és egyébként meg szavazzanak az SZDSZ-re. És ő mondta, hogy hát ő ugye ott indul Dunaharasztin, én meg induljak el Tökölön. Hát ebbe az SZDSZ megnyugodott.
Ezek egyébként egy választókörzetbe tartoztak, de ezt senki nem tudta rajta kívül. Mondtam, jó, rendben van, az SZDSZ úgy döntött, hogy akkor engem indít. Majd szegény Opánszky Jóska két hét múlva rájött, hogy akkor viszont őt meg már nem. De aztán úgy döntött, hogy nem akar elindulni. És akkor így lettem aztán jelölt, és akkor jött az első gyűlés, az Szigetszent Miklós gyártelepen, mert ott volt egy ilyen nagy kultúrterem, és hát voltak vagy 300-an a teremben, az SZDSZ kiküldte a Demszky Gábort és a Juhász Palikát, ugye ez a Múlya koncert, ott ne legyen ott egyedül. Először a Demszky tartott egy olyan fél óra, 3-4 órás beszédet, az ugye a Demszkyt szerették, nagyon szimpatikus fiatal, volt valami kis nimbusza, meg azban az időben az ember azt mondta, hogy komm, akkor már kitört a vastap, és nem tudták, hogy kommunistázni fog, vagy a kommunikációról beszél, de már. És akkor ez a fél óra, 3-4 óra volt, ez rendben volt, utána jött a Juhász Pali. A Juhász Pali feltérdelt a székre, az egyik ingnyakát bevette a szájába innen, a másik felébe dugott egy szál gyufát, és lenyomta a kék könyvet másfél órába. Na most én sem nagyon értettem, amit mond, a közönség meg pláne, és olyan lincs hangulat kezdett már kialakulni. Amikor aztán jöttem én, és akkor úgy elrendeztem a dolgot, akkor mindenki leigadt, megnyugodott, végül is sikeres gyűlés lett, és akkor az volt az érdekesség, hogy a Demszkyk bementek a központba, és azt mondták, hogy a Kuncihoz nem kell senkinek többet menni, az majd megoldja. Mi is beüzentünk a központba, hogy ide ne jöjjön többet senki, mi majd megoldjuk. És aztán akkor az első fordulót azt nagyon toronymagasan nyertem, olyan 46%-on volt, és a utánam következőnek 20-valamennyi. De a második fordulóra összeállt mindenki ellenem. Ugye az MDF-esek azon az alapon, hogy a feleségem húgának, a férjének az apja TSZ elnök, tehát én a kommunista embere vagyok, igen. A szocialisták, meg a munkáspártiak, a Komcsik gyűjtő néven, azok meg az SZDSZ radikalizmusa miatt mondták azt, hogy az MDF-re kell szavazni, de gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy az MDF-re kell szavazni, és végül is 200 szavazattal sikerült nyernem a választókörzetben, és így lettem egyéni képviselő. A listán egyébként a 63. voltam, onnan valószínűleg nem jutottam volna be. Gyakran járunk keresztültökölön, és most ez nem ízelgés, itt a feleségem, aki alátámasztatja, mindig megkérdezett tőle, hogy vajon hol lakhat a Kuncze Gábor, és hogy van. Főleg akkor, amikor befordulunk Ráckeve felé, és ott megnézzük azt a gyönyörű hősök terét, hogy gyakran látogatsz nyilván arra a gyönyörű hősök terére, amit a, nem hiszem, hogy sokkal jobb most a polgármester, mint annak idején a elküldött tanácselnök volt. Ott két hősök tere is van, a hősök meg a hősök. Nem tudom. Hősebb, még hősebb tér. Hát ahol Ráckeve felé kell, nem a börtön de, felé megyünk. Igen, hanem. Igen, ott Elf és ott jobb oldalt ott van a régi hősök tere, de ez bal oldalt van. A bal oldalt van, az az új. Az az új. Az az na, új. Azt szoktuk megcsodálni. Hát igen, szóval ott a polgármester az hát először ilyen liberális gondolkodású volt, de ő neki a családja korábban földtulajdonos volt. Ilyen hát kuláknak minősítették őket, ők gazdálkodó emberek voltak, és amikor a kisgazdák jöttek azzal, hogy vissza lehet kapni a földet, akkor kisgazda lett. Aztán amikor a keresztény demokraták beerősítettek, akkor a még a Gici féle keresztény demokratáknál ott valami megyei szerepet vállalt. Aztán végül is háromszor volt Fidesz jelöltként ellenfelem. Úgyhogy hát kicsit így elhúzkált a politika színpadán. Amiről te beszélsz, ott van egy turulmadár, de az, igen, az még a 20-as évek második felében lett odatéve. A többi az meg hát, tudod, ez olyan dolog, hogy
most volt 56 kerek évfordulója, és akkor lehetett pályázni 56-os emlékműre, erre tökről pályázott, és megcsinálták a harmadik 56-os emlékművet. Tehát ez úgy valahogy úgy csúszkál, de minden esetre a testület nem az én nézeteimet vallja, és ha már olyan szerencsések vagyunk mindnyájan, hogy hát itten beszélgetünk, akkor ugye volt egy rendezvény a Bálnában, ahol összehívták a fideszes polgármestereket, megyei vezetőket, ugye a kaposvári polgármester, nem akarom mondani a nevét, de ő az, aki a 3x3-as átvilágításnál fennakadt a szitán, szóval kiadták, hogy milyen határozatokat kell elfogadniuk, és a tököli önkormányzat a múlt héten a következő szöveget, csak a bekezdést olvasom, ahol indokolták, egyszerűen az ember esze megáll, hogy hol tart ez az ország. Az önkormányzat nem ért egyet azzal, hogy a legújabb hírek szerint Soros György az általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében bevándorlás szervező irodákat akar nyitni a magyar településeken ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki hálózatát. És egy ilyen határozatot szemrebben és nélkül, vita nélkül megszavaz ez az önkormányzat is. Hát semmi közöm hozzá. 2014-ben is indultál a választáson, ahol ezüstérmes lettél. Igen. Tudjuk, hogy mit ér az ezüstérem ezeken a választásokon. De én azért azt mondanám, hogy ez a 33%, hát ide nekem országosan azt a 33%-ot. Hogy éltette meg ezt a... Hát országosan az volt az ötödik legjobb eredmény. Igen, így a... igen. Az a helyzet, hogy az egy érdekes dolog, választás volt. Szóval engem ugye megkerestek, mert én mindig mondtam, hogy... Bocsáss meg, beszúrom ide, hogy 2010-ben ott Varjú László indult. Igen. És ő 26%-ot ért el. Szóval, hogy megkerestek, hogy én annyit dumáltam arról, hogy mindenkinek részt kell vállalni az összefogásba, hogy akkor most én is szíveskedjek közös jelölként elindulni. Egy kicsit berzenkedtem, de beláttam, hogy saját dugámba döntöttek, és az összefogás jelölteként elindultam. Igen ám, csak azt hagytam ki a számításból, hogy a választóknak az a fajta összefogás nem tetszik. Szóval egyrészt az a hiba előfordult, ami egyébként most is megvan, hogy a szocialisták a saját jelöltjüket már szeptemberben kijelölték, és ő elkezdett építkezni, kampányt szervezett, levelezett a választókkal, hogy ő mint képviselő jelölt ezt mond meg azt mond. Majd utána jött a február, és közölték vele, hogy nem ő indul, hanem a Kunce. Na most ezzel a szocialista támogatók, szavazók egy részét simán ellenem tudta hangolni. Ugye az ilyen LMP meg ilyeneknek nem is nagyon volt ott szervezetük, a DK-nak is meglehetősen gyenge, de azért a kampány csináltunk egy párat, úgyhogy a kampány jól elindult, és jól is vette a közönség, hogy egy ismertebb valaki indul. Csak hogy jött a mese vége, amikor a Bajnai Gordont belekényszerítették abba, hogy fogadja el Mesterházy Ernőt listavezetőnek. Arról nem is beszélve. Beszéljünk inkább az Ernőről. És abban a pillanatban a kampány így kezdett leülni, míg előtte tele voltak a termek, a vége felé már nem jöttek az emberek, érezhető volt, hogy ül le az egész, és nem fognak eljönni a választást. Mi kiszámoltuk, hogy 70%-os részvételnél én simán nyerek. 65-nél necces, és az alatt pedig valószínűleg veszítek. Na most az én választókörzetemben 58%-os volt a részvétel, és hát ebből adódott, hogy veszítettem. Egyszerűen a választók egy jelentős része azt mondta, hogy az Orbán helyett a Mesterházy Attila, akkor inkább otthon maradok. Talán ezt nem segítem. Ez csak azért érdekes, mert... Erre még visszatérünk. Mert most is ugye a 70%-os részvétel adná az esélyt az ellenzéknek, hogy egyáltalán kormányváltás
közelébe kerüljön, csak nem érzem, hogy a választók annyira el akarnának menni szavazni, úgyhogy ez még egy kérdés. Na, az az érdekesség a dolognak, hogy nagy kő esett le a szívemről, amikor kiderült, hogy vesztettem. Mert abban a, ugye ott megint kétharmada lett a Fidesznek, hát ez, szóval abba a parlamentbe bemenni, ahol tényleg csak a performanszokkal lehet kitűnni, tehát én borzalmasnak tartom, hogy valaki mezitláb föláll a székre és mutogat táblákat, de belátom, hogy ezzel lehet bekerülni a sajtóba, és egyébként meg teljesen mindegy, hogy mit mond a parlamentben. Na, mondtam, hogy több vonatkozásban is köszönteni akarlak, mint volt belügyminisztert is szeretnélek köszönteni. Én kigyűjtöttem néhány volt belügyminisztert, a legújabbat nem gyűjtöttem ki, de itt történelmileg... Azt begyűjtötted, vagy szívesen begyűjteném, vagy... Na mindegy, volt Kádár János, volt Münik Ferenc, Biszku Béla, Rajk László, Vajna Gábor, Tisza Kálmán, Szemere Bertalan. Ezeknek az örökébe léptél, érezted ezt? Hát azt kell mondanom, hogy némileg igen. A Szemere Bertalan majd beszélt meg a Bálinttal. De hogy a rendszerváltás ugye hát szépen simán lement tulajdonképpen, vér nem volt, és ennek megfelelően a átalakítás se volt egy radikális. Ezért aztán azért mesélem el, hogy mennyire benne volt még ott a fejekbe a múlt, hogy azt mennyire nehéz lehetett valószínűleg átalakítani, hogy a 95-ben, tehát ugye 5 évvel voltunk a rendszerváltás után, mentem a folyosón az irodámhoz, amikor szembe egy kis ember befordult, jött felém, de még nézett hátra, ott valami hölgy mehetett valószínűleg a folyosón. Fölfelé. És én megálltam, mert olyan volt a súlykülönbség köztünk, hogyha ütközünk, hagyat esik. Megálltam, és akkor ide nekem jött, így, ugye eddig élt, és akkor így oda nézett, hát először ide-ott még nem látott semmit. Nekem fölni, és akkor meglátta, hogy nekem jött, azt mondta, hogy erőt, egészséget, miniszter elvtárs. 5 évvel a rendszerváltás után. Tehát, na most azért ez a belügyminisztérium, ez egyébként hát leginkább a Szemere meg a Tisza Kálmán féle belügyminisztériumhoz hasonlítva, abban az időben még talán Tisza Kálmán idejében a egészségügy is például a belügyekhez tartozott. Na most ez a belügyminisztérium pedig a közigazgatás minisztériuma volt, annak pedig része a részét képezik a rendfenntartó szervezetek, ugye a rendőrség, határőrség, tűzoltóság, polgári védelem. De a munka nagy részét azt a közigazgatás, az önkormányzatok, meg mindenféle egyéb ott még abban az időben, még a sport is oda tartozott, de én voltam az Atomenergia Bizottság elnöke is például. És akkor üléseztem magammal állandóan szalad. Na mindegy, csak ami viszont látszik, meg hallatszik, az természetesen a rendőrséggel kapcsolatos dolgok, mert hát ott törnek ki mindig a botrányok. De volt olyan, ha már utána anekdotázgatunk, hogy én a vidékre mentem, akkor, mert ugye először, amikor belügyminiszterként vidékre mentem valamelyik nagyvárosba, akkor meglepetten láttam, hogy ott van az országos rendőrfőkapitány, a tűzoltóság vezető, a polgári védelem vezető. Hát mondtam, hogy erre volt dolguk, de elmentem ez a másik irányba a következő, megint ott voltak. És akkor mondtam, hogy ha ennyire nincs dolguk, akkor kérjék a korkedvezményes nyugdíjazást, mert hát szerintem van többet én nem akarok itt tenni ilyen utakon látni. Akkor kitaláltuk, hogy nem mondom meg, hogy hova megyek, és akkor beállítottam, ebből volt egy-két rosszul lét, volt olyan, ahol nem engedtek be, mert nem tudták, hogy ki ez. De a legszebb az volt, amikor a horvátok meg a szerbek egymásnak feszültek, és hát hallottunk egy olyat, hogy az egyik fél Magyarországon keresztül akar a másik hátába kerülni, és akkor a határvadász századokat levezényelték a határra. Én meg Szombathelyen voltam egy programon, ami úgy este olyan 9-10 körül ért véget, és mondtam, hogy na, akkor most lemegyünk a határa, megnézzük a határvadász századokat. És
De hát ott a laktanyában ott először ott oda mentünk, és akkor én ott aludtam a laktanyában, és reggel 6-kor kimentem a határra. Na most persze, hát addigra ugye riasztották a határőrség országos parancsnokát, úgyhogy véletlenül ő is ott kint volt a határ. És akkor bemutatták nekem, hogy mennyire felkészült a határvadász századok, ugye a kékek meg a pirosak harcoltak baromira egymás ellen, vaktörténnyel, de ott volt sorozatlövés, egyéni lövés, mesterlövész, kézi harc, minden. Addig, amíg nem jött a hírnök, spihegve szólt, hogy ezt most már hagyjuk abba, mert a X falu lakosság, amelyik ott közel volt, elkezdett menekülni az ország belsejében. Jönnek ugye, a horvátok. Hát, ők ugye utolták, hogy ezek ott vannak, és egyik nyugi volt, és egyszer csak hajnalban ugye óriási lövöldözés. Szóval, de mondom, a munka nagy részét a közigazgatás. Te meg távcsővel nézted őket. Hát én ottan néztem, ahogy verjük le a betolakozókat. Hadd citáljak ide valamit, hát ha ráismersz. Nem olyan régi. A pártok nem számolnak azzal, hogy a végtelenségig nem rángathatják saját szavazóikat. Az nem megy, hogy elmesélem a saját szavazóimnak, miszerint a többi mind hülye, ezért rám kell szavazni, és majd mi egyedül megmutatjuk, de választás előtt 3 hónappal azt mondom nekik, hogy ezekkel a hülyékkel is összefogok, te pedig szavaz ránk. Ez történt 14-ben, az pedig nem volt valódi összefogás. Ismerős? Ismerős, igen. Szerintem a Szegő Péternek az ott interjúból való minden valószínűség szerint. De Petr Szegő Péter tapsolt valószínűleg. Helyette szóval, azonnai. Na most, de most ugyanez a helyzet van. Szóval mindenki elmondja a másikról, hogy az öreg, hogy az annak köze van az elmúlt 20, ítélt az elmúlt 28 évben, hogy az nem igazi baloldali, az nem igazi jobboldali, az ilyen meg olyan, tessék ránk szavazni, mindenki ülje rajtunk kívül. Ugye csak a Karácsony Gergőnek a nyilatkozatait szedjük elő, például a szocialistákkal kapcsolatban korábban. Aztán ugye közeledik a választás, és egyszer csak elkezdik felfedezni, hogy hoppá, hát baj van, mert hát van az a fránya 5%-os küszöb, ha nulla lenne, simán bejutnának, ugye, de és akkor ugye jön az, hogy akkor inkább mégis fogjunk össze azokkal, akiket eddig hülyének nevezett. Egyébként most lehet, hogy nem tudom, van-e ilyen kérdésed a választással kapcsolatban, mert akkor mindjárt intézzük el azt intézzük is. Intézzük el. Ugye az elszállt, hogy jön egy Churchill, aki mögé felsorakozik mindenki, és akkor a választott osztják inkább a Churchill, mint ez. És akkor ez Roosevelt, Stalin, Truman. Ugye ez most már nincsen. Nem kerestek a pártok ilyen embert, miközben szemmel láthatóan tudják, hogy saját maguk között most nincs meg az, aki mögé föl lehetne úgy sorakozni, hogy még a választó is azt mondja, hogy tényleg az sokkal jobb lenne. Szóval ez nincs. Akkor ugye az, hogy a MSZP meg a DK külön vannak, ez szerintem olyan nagy veszteséget nem okoz, mert ugye mindegyikük be fog jutni a parlamentbe minden valószínűség szerint. Nincs elvesztett szavazat a listán. Ők egyéniben megegyeztek, elkerülik egymást, tehát ott mondjuk nincsen veszteség. Hát, ha valamelyikük nem éri el az 5%-ot, akkor persze lenne, de ők valószínűleg elérik. Az egy más kérdés, hogy amikor majd a kötőjelet gyakorolják, hogy mondjuk MSZP kötőjel PM, az már 10%. Ha MSZP kötőjel liberálisok mondjuk, az már 15%. Na most ilyet nem fogunk látni, mert még lehet, hogy a MSZP-PM-be belemegy az MSZP, mert úgy gondolja, hogy 10%-ot megugorja, de nem lennék annyira biztos a helyükben, 15%-ra nem tudnak biztosra menni. A DK senkivel nem fog kötőjelezni, ugye lásd MOMA, mert ott necces a 10%, bár a Gyurcsány nagyon magabiztos, és az kétségtelen, hogy kampányban ő nagyon jó, szóval ő 2006-os
választást ő nyerte meg egyedül az MSZP-nek. Voltam vele kampánygyűlésen a második forduló előtt, Szombathelyen álltunk egy téren, ahol egyébként föl volt ázva, minden nagy eső volt előtte, álltunk a sárba, Kocsolyába, és mondta, hogy EU-s támogatásokról, hogy és itt, ezen a helyen új teret, új várost, új országot építünk, és mondta, én meg itt állok benne a Balatonban, hát milyen jó. Szóval őket annyira nem féltem, de vannak a kicsik. Ugye a LMP szerintem megint ott lesz az 5% környékén, aztán vagy sikerül, vagy nem, mert a választó elkezd gondolkodni, hogy elvész a szavazaton, vagy nem. Szóval ez bizonytalan dolog. Gábor, segítik az MSZP-t? Vagy az LMP-t? Tudod, hogy mire gondolok? Hát eddig más korábban segítették. Hát akkor most is fogják. Hát lehetséges. Na de ott vannak a kicsik, ugye ebből a PM most kifarolt, azzal, hogy beházasodott a... Az PM, nem P csak. De az együtt az ott van, aki most büszkén mondja, hogy el fog indulni egyedül. Akkor ki fog esni, elvisz 1-2%. A Momentum szerintem a választás után már mementó lesz, és akkor ott is elmehet néhány százalék. És ha még az LMP is elszáll, akkor viszont már elmehet 8-10% a közösből, akkor biztos kétharmada lesz a Fidesznek. Tehát nekik össze kellett volna állniuk egy ernyő szervezet alatt, amit egyébként hát nem tettek meg szintén. Most meg már nem tudnak, mert ők nem végképp nem tudnak kötőjelezni, mert ott aztán már tényleg az 5%-os küszöb a kérdés. Úgyhogy ők azt tudnák csinálni legfeljebb, hogy fölmennek most az LMP listájára, és belül megegyeznek abban, hogy osztják el a forrásokat, meg a parlamentbe később mi történik. Mert ha még ide számítom most a PM-et is, hogyha egy LMP-PM együtt Momentum összeállt volna, azok simán új pólus, amit a Juhász javasolt, az simán 10-15%-os eredményt érhetett volna el. Ez most nincs. És akkor ugye még mindig hátra van az egyéni választókörzeti probléma, ahol megint ugye a Momentum is azt mondja, hogy elindul mindenhol, az Együtt is azt mondja, hogy elindul mindenhol, az LMP is azt mondja, hogy elindul mindenhol. Nem hiszem, hogy így lesz, mert az Együtt már vonulgat ki ezekből a helyekből, de ha így lesz, akkor a Fidesz nyerni fogja az egyéni választókörzetek 60-70%-át, és megint csak a kétharmadhoz jutunk. Tehát óriási felelősségük van az ellenzéki pártoknak most. Én azt, hogy nem fognak össze az újak a régiekkel, azt hát értem. Értem, de az, hogy egymással se, azt nem értem. Ez mindegy, szóval ez egy új helyzet lesz. Majd meglátjuk, milyen ki belőle. Nem fog így maradni, ahogy most van, mert ha így marad, akkor kétharmad Fidesz. Ez még változni fog, hát majd meglátjuk, hogy. És akkor jön az, hogy el kell magyarázni majd a választóknak, hogy és ezekkel a hülyékkel most összefogok, úgyhogy szavaz rájuk. Amint tetszett mondani. A DK-t emlegetted, és erről nem most, hanem már készültem belőled, de ez most egy múltkori beszélgetésemből van, Lengyel László volt a vendégem, és azt mondta, hogy szerinte a DK egy igazi kelet-európai jelenség. Valaki, aki miniszterelnökként súlyosan megbukott, azt közölte bukásának idején, hogy ő most eltávozik. Elő kéne venni, hogy mit mondott 2009-ben. Azt mondta, hogy ő soha többé nem lép a politika színpadára. Tony Blair megértette, hogy neki nem lehet visszajönni. És erre mondta a Laci, hogy hát ez egy igazi kelet-európai jelenség a DK, ilyen vezetővel. Mi a véleményed erről a megállapításról? Én nem így látom. Akkor ugye a Gyurcsány nem egy egyszerű eset, mert... nehéz agyon csapni, szóval szerintem a legbátrabban alkot véleményt, elismeri mondani, javaslatai vannak, akciókat képes indítani, tehát akciókat képes indítani, amikor miniszterelnök volt, akkor is indított. Jó, ez a baj vele. Igen, volt a 100 lépés, 50 guggolás, 25 fekvőt. Kérdezték te, hogy miniszterelnök úr, tegnap azt tetszett mondani.
Jó, igen, ez vele a probléma, ez vele a probléma, de a Gyurcsánynak van egy közönsége. Ő egy pártnak az elnöke, annak a pártnak vannak támogatói, az a párt nagy valószínűséggel be fog jutni a parlamentbe, akkor most a Gyurcsány ugorjon a Dunába, vagy kösse föl magát, vagy mit csináljon. Hát erre hozta van... Tony Blair példának a lengyel. Az a Tony Blair, abban a választási szisztémában a Tony Blair azért vonult vissza, mert van két párt, van a liberális izdát, az nem játszik, de a munkáspárt és a konzervatívok küzdenek egymással. A Tony Blairrel a munkáspárt már nem tudott volna soha többet nyerni, ezért fél lehetett állítani. De nem alapított egy új pártot? Hát az hiányzott volna még ott, ahol ahol mit tudom én, a X körzetben mindig munkáspárti szavazó vannak, mindig a munkáspárti jelölt. Ezt belátta Tony Blair. De Tony Blair ezt be kellett, hogy lássa természetesen, mint ahogy a amerikaiaknál, és a demokraták meg a republikánusok lejátszák a meccset, aztán valakiből jelölt lesz, és nem mondja az a másik, hogy na akkor én mégis elindulok, hát semmi esélye nincsen. Ez Magyarország, itt több párt van, hát és majd még mennyi lesz a választáson. Szóval én azt gondolom, én értem a Gyurcsányt, van egy közönsége, ő a saját választóit szolgálja ki, és ha a Gyurcsány hirtelen lelépne a színről, a közönségének nagy része otthon maradna, sértetten nem menne elszavazni. Ez veszteség lenne, ha a Gyurcsány kivonulna. Az egy más kérdés, hogy ő vele meg, hát majd meg kell értetni, hogyha szükség lesz együttműködésre, hogy az, hogy a adott szónak kell, hogy legyen becsülete. Nem tudom, tegnap nézted, de a Magyar Bálintot a Rónai Egonnal? Nem. Használt egy számomra nagyon jó hasonlatot, legalábbis nekem tetszett. Azt mondta, hogy olyan helyzetben vagyunk, mint amikor a tengerpartra közelít a cunami, és a tengerparton nyaralók azon vitatkoznának, hogy én inkább piros, én zöld, én meg sárga napernyő alá akarok ülni, és a cunamival nem törődik senki. Ugye a cunami itt a kétharmad. Igen, igen. Hát erre mondtam én a 2013-ban volt október 23-án az a nagygyűlés a Műszaki Egyetemnél, ahol én is kértek, hogy mondjak beszédet, hogy közeledik a választás, az ellenzék pedig azon dolgozik, hogy mindenkinek közös sírhelye legyen, vagy külön sírhelye legyen a közös temetőben. Hát most kicsit dezavú érzésem van, de az a baj, hogy január 31-e van hátra, 2 hónap és 8 nap a választásokig, rettenetesen kevés, és én ráadásul azt sem értem, itt mindig jönnek persze ezzel, nincs igazuk, itt mindenki nyitott, itt mindenki azonnal elmondja, hogy miről beszél. Ugye ez a nyilvánosságon keresztül üzengetés, ahelyett, hogy a pártvezetők végre le tudnának ülni egymással, hogy tudunk-e valamit kezdeni, ha nem, akkor álljunk föl, menjünk haza, és ne üzengessünk. Ha meg tudunk, beszéljük meg, és utána tájékoztassuk a választóinkat. De ez, hogy a Juhász is ugye bedobta az új pólust a nyilvánosságon keresztül, a többiek egyből elhajtották. Ahelyett, hogy leültek volna megbeszélni. Megbeszélte volna szóval, először. Így van, igen. Úgyhogy hát tényleg jön nekik a cunami. Milyen véleményed van a bojkotról? Lesújtó, de megmondom, hogy miért, mert az egy nagyon jó eszköz lehetne abban az esetben, ha a mértékadó politikai erők egyként közölnék, hogy nem veszünk részt, és mindenki arra kérné a választóit, hogy ne tegye. Ez a helyzet azonban nem állt elő. Tehát hiába mondaná mondjuk az MSZP meg a DK, hogy bojkotálunk, az LMP meg a többiek meg elindulnának, és akkor azt mondhatná az Orbán, hogy hát a múlt erői kimaradtak, új erők itt vannak, hát mi itt a probléma? Szóval ilyen körülmények között a bojkott nem ér, az az igazság, hogy nem ér eredményt. Ez, azt meg nem szabad megengedni, hogy akkor a Fidesz 95%-kal nyomulhasson. Soros mostanában nyilatkozott, ahogy jól gondolom, jól emlékszem, a Világgazdasági Fórumon, ahol azt mondta, hogy az MSZP egyes vezetői az Orbán zsebében vannak.
Tapasztalatod szerint, vagy érzéseid szerint? Én bizonyítékok nélkül ilyeneknek nem ülök föl, és nem is mondanék ilyet. A Soros nevébe sem mondtam volna egyébként ilyet, mert ez pont annyit ér, mint azt mondani, hogy Soros terv van, és a Soros terv ellen küzdeni kell. Ezt se látta senki, meg a Soros tervet se látta senki. Azt mondtad, hogy a mértékadó erők bojkottálnának. Igen. Ide a mértékadó erők közé beszámítod a Jobbikot is? Persze, hogy ne, igen. A Jobbik, ugye a Jobbik egy hama a legnagyobb ellenzéki párt. Nem nekem mértékadó, hanem mértékadó. Szóval bocsánat, ez a bojkott. Én azt mondom, hogy a Jobbikkal nem lehet egyelőre együttműködni. Én olvastam a Havasnak a könyvét. Ez ami miatt ugye a Havas megbukott, mert állítólag két lány szüzességét elvette, vagy valami azt ott a Vona Gábor nagyon sok kérdésben olyan kérdésre olyan válaszokat ad, amit én is adtam volna. Csak a kettőnk között lehet, hogy az a különbség, hogy én azért adtam volna azt a választ, mert úgy gondolom. Ő meg lehet, hogy azért adta azt a választ, mert tudja, hogy én úgy gondolom. És ez azért egy különbség, nem derült még ki, hogy valójában milyen párt a Jobbik. Ráadásul kontraproduktív is lenne, nem is értem a Heller Ágnest például. Ugye itt volt ez a Heller Ágnes nevét kért az emberi sikertelenül. Volt Pest megyében ez a választás, ahol egy hölgy mögött összeállt a teljes ellenzék, a Jobbik pedig nem indított jelöltet, és nyert a Fidesz. Ha a Jobbik jelöltet indított volna, akkor a Jobbikos szavazók nem szavaztak volna a Fideszre, hanem a Jobbik jelöltjére, és nyert volna az ellenzéknek a közös jelöltje. Úgyhogy a Jobbikkal összeállni, az szavazót visz a Fideszhez, és szavazót visz el, mert tart otthon a másik oldalról. Tehát akkor két szempontból is kontraproduktív a és akkor még ugye nem beszéltünk arról, hogy a Jobbiknak mik a nézetei, szóval az... Ezt gondoltam másik. Már megint most ugye a Vona Gábornak volt ez a program beszéde, amit az oktatással kapcsolatban mondott, egy az egybe rendben lévőnek gondolom. Tehát nagyon érdekes. És az is egy kérdés, hogy ez a Vona Gábor, vagy ez a Jobbik? Lehet, hogy Vona Gábor megy előre, és már nem megy mögötte senki. Szóval ez egy nagy... Ilyet már láttuk. Hát sokszor. Sokszor. Sajnos. Sajnos is. Volt egy nyilatkozatod, most nem keresem meg, hogy szó szerint mit mondtál, de tartalmilag szeretném mondani. Mikor azt, tulajdonképpen azt mondtad, hogy te úgy látod, hogy a nagypolitikában nem szeretnél, vagy nem akarsz, vagy nem az a helyzet, hogy részt vegyél. De azért volt ott egy kis megengedő mellékfirka, hogy hát amit szoktunk mondani, hogy soha nem mond, hogy soha. Na szóval... Nem, én úgy látom, hogy nekem most itt nincsen pálya. Ugye az a... Most. Igen. Fiatal ember vagy. Nem itt, meg élhetnék egy hosszú képest. Lépést, de, igen. De nem, szóval ez egy más világ. A hangsúlyok is máshol vannak, a stílus is nagyon megváltozott, meg hát ugye nincs is hova csatlakozni, tehát ugye összességében úgy összeraktam magamba. Éppen ahogy ide jöttem, állított meg egy ember itt, hogy bocsánat, de miért nem áll ezeknek az élére? Mondom, a kutya se akarja. Akkor hülyék, mondta, és ment. De most ezt én akkor majd terjeszteni fogom magamról. De az, az az igazság, hogy tényleg így van. Szóval ugye van ez a fét is, hogy aki itt élt, ugye vannak itt ilyen fiatal emberek, akik ezt nem terjesztik, hogy aki itt élt az elmúlt 27 évben, az ott rohadjon meg, ahol van. Na most, hát leegyszerűsítettem, mert hát nem. De ez a politika, itt az ember leegyszerűsíti az üzeneteket, igen. De az az igazság, hogy ez nagyon üt tulajdonképpen. Szóval ez nagyon egyszerű üzenet, ugye. Nektek köszönhető, hogy az Orbánnak kétharmada van.
Na, de akkor is ezt, még akkor ezt mondom, amíg hadd beszéljek egy kicsit, hogy ja, ugye az előző kormányt elküldték a választók. Ugyanis demokratikus rendszerben, ha elégedetlen a választó, akkor leváltja a kormányt és megválasztja helyettük másokat. Azért váltotta le, mert ugye tehetetlenkedett, hol belevágott reformokba, hol nem vágott bele, nem tudta kezelni kellően az ellenzék különböző akcióit, ugye a emlékezünk csak a szociális népszavazásra. Vagy az 56-os igen. Akkor ugye a korrupció, csak emlékeztetnék rá, hogy a Tocsik ügyben 160 millió indult el egy SZDSZ-hez közeli vállalkozás felé, és 320 egy MSZP közeli vállalkozó felé, aztán kibukott a dolog, és ezek ilyetükben visszafizették az összes pénzt. Ez a nagy korrupciós ügye annak a koalíciónak. Meg persze, mert... Igen, már kórusban mondják, hogy hányszorosak. Nem mondanát, a Mészáros tenyér le se hajol. Porszívóval veszik fel. Na most, de úgyis akkor ugye a nagy ügy az autópályákból visszaosztott, hát vagy igen, vagy nem, ezt senki nem tudta bizonyítani, de mondjuk maradjunk abban, hogy nem lőnek nagyon mellé, akik ezt állítják. De ezen ki, de ez ugye az összes többi ügy, ami volt, azok ilyen saját zsebre nem pártügyek voltak, tehát a fővárosi ügyek, egyes fővárosi kerületi ügyek azokhoz a pártvezetőknek, vagy a pártoknak maguknak nem csak közük volt, de korrupt embereket ültettek pozícióba, ha megbüntettek minket. Na, idáig a mi felelősségünk, hogy engedtük, hogy leváltsanak minket a választók. Ugye adtak kétharmadot a Fidesznek, ezt még mindig lehet a mi felelősségünknek mondani, mert annyira tere volt a töke a választónak velünk, hogy otthon maradt, megint ugye a otthon maradó választó. A Fidesznek a Kubatov listás 2,5 milliója meg elmegy szavazni. Ami viszont ettől kezdve történt, ahhoz az nem lehet senkit, minket felelősség tenni. Hát gondoljanak bele, én olvastam a választások előtt a Navracsicsnak az alkotmánytervét. Teljesen rendben van, tök jó volt. Csak egy szót se csináltak meg belőle. Ugye mi volt, hogy Tandi ellen szociális népszavazás. És most azt mondják, hogy nincs Tandi. Az unoka öcsém fél évente elvisz 300 ezer forintot otthonról, mert egyetemre jár. 300 ezer? 1000 forintot, így van. És nincs, azt mondják, hogy nincsen Tandi. Ugye azt mondja, hogy a fizetős egészségügy. Hát miről beszélünk? Ha valakinek pénze van, a sor elejére mehet, akkor biztosítás lett volna, és a biztosító fizető van. És így tovább, és így tovább. Hát minden szavuk hazugság. Tényleg elcsalták az országot. De ezért nem mi vagyunk a felelősek. A mi felelősségünk odáig terjed, hogy engedtük, hogy nyerjék meg a választást. Most nézzék meg a mai választási törvény, nézzék meg az alkotmány helyett szuperálló alaptörvényt, nézzék meg a közbeszerzéseket, nézzék meg. Mondjon valaki az előző kormányok közül egyetlen miniszterelnököt, amelyiknek a veje milliárdos lett. Gábor, vagy a barátja 100 milliárdos lett. Szóval össze se lehet hasonlítani a kettőt. Értem az indulatodat, egyetértek vele, sőt én is indulatos vagyok, de most itt van egy helyzet. Azt mondod, hogy engedtük. Én kis részben, te nagyobb részben azért hadd osztam így a felelősséget kettünk között. Tehát, hogy engedtük, de most 2018 van, és vannak olyan pártok, amelyek, hát ha nem is kimondva, de 2022-re játszanak. De mi történik 2018-22-ig? Mi fog itt történni? Tudom, nem vagy jós. Általában a vendégeim, amikor ilyet kérdezek a jövőre vonatkozólag, akkor hárítanak, hogy ő nem jós. Te se vagy az, de azért vannak gondolataid, vannak érzéseid. Hát szerintem, ha megint kétharmaduk lesz, akkor egyszerűen legyalogolják a bíróságokat. Azért ahhoz kell majd. Át fogják alakítani az önkormányzati törvényt. Előjáróságok lesznek. Hát a fővárosban, mert igen, vidéken meg a kis településeket, kis települési önkormányzatok szerintem veszélybe lesznek.
Hozzáteszem, hogy ez lehet racionális is, mert a skandináv országok például megcsinálták a 80-as évek elején, hogy megtizedelték az önkormányzatokat egyik évről a másikra. Ott kimondták mondjuk Svédországban, hogy 150 ezer lakos alatt nem lehet önkormányzat. És létrejöttek nagy egységek, elneve ez volt egy darab önkormányzat, csak egyrészt megcsinálták, hogy minden résztvevő településnek legyen szava ebben az önkormányzatban, másrészt odaadták a hatásköröket ennek a 150 ezer embernek, tehát tényleg el tudták hitetni magukról, hogy mi az itt élő emberek érdekében, az itt élő emberek ismeretei alapján cselekszünk, és ehhez odaadták a forrást is. Csak ez nem ugye? Dánia. Hát, nem. Igen. Na most ugye, ehhez képest Magyarországon nagyon aprózott a önkormányzati rendszer, viszont nincs már meg a hatáskör se, a felelősség se, meg a pénzt is elvették. Tehát gyakorlatilag egy ilyen politikus keltető tulajdonképpen, ahol szépen el lehet lenni, van egy kis pénz is, felelősség már nem nagyon, nincs ott az oktatás, nincs ott az egészségügy, a fejlesztés az tulajdonképpen ott van, de hát azt meg tudjuk, hogy hogy dől el, ugye most van épp a NAV elnökének a szűke pátriájából egy ír, hogy négy település szóról-szóra ugyanazokat a pályázatot, annyira, hogy még a helyesírási hiba is ugyanaz, és akkor ezek nyernek. Na most ez megint nem a település döntése nyilván, hanem a NAV elnökéjé. Szóval ilyen körülmények között ezt tényleg nem lehet önkormányzati rendszernek nevezni. Köszönöm, miniszter úr, köszönöm, elnök úr. És Én nagyon szépen köszönöm. Soha nem mondtad soha. Köszönöm szépen.